A Bethlen Gábor Alapítvány és a Magyar Nemzeti Tanács pénzeszköz adományainak köszönhetően az Óbecsei Bratstvo általános és középiskola fejlesztheti a tanulók ott tartózkodási és oktatási feltételeit. A 2,2 millió dinár adományból ugyanis rekonstruálták az iskola központi épületének bejárati kapuját a Dozitej utcában. Ezen kívül 4 neurológiai széket vásároltak az agyi paralízisben szenvedő gyermekek számára, valamint beszereztek és felszereltek egy konténerházat a gyakorlati órák megtartására. A kapott pénzeszköz egy részét pedig számítógépek beszerzésére, szerszámtároló építési anyagának beszerzésére, valamint az iskola másik bejáratánál lévő új kapu beszerzésére költötték. Az egyik legfontosabb a bejárati kapu itt a Dozitej utcába, mivel az épület a Műemlékvédelmi Intézetnek a védelme alatt áll, tehát eredeti állapotban helyre kellett állítanunk, ez körülbelül 350 ezer dinárba került. Ezen kívül egy nagy lakókonténer sikerült beszereznünk, amivel megoldottuk a gyakorlati munkán levő diákjainknak a tanterem gondját. Ebbe a konténerbe bevezettük az áramot, az internetet, tehát klimatizálva van, tehát nagyon korszerű feltételek vannak nyújtva a diákjaink részére. Ezen kívül 4 kerekes okkant széket kellett vennünk azért, mert most olyan diákok iratkoznak be hozzánk, akik cerebrális paralízisbe szenvednek, és ezek ilyen különleges külföldi behozatali székek. Ezeknek a székeknek a darabja 110 ezer dinárba kerül, és most megoldottuk a legégetőbb gondot ezekkel a diákokkal kapcsolatban, ezek a helyes testtartást, a lábtartást, fejet, mintha bírjuk rögzíteni, hogy normális körülmények között folyhasson a munka velük. Ezeken az eszközökön kívül még vettünk egy nagy teljesítményű lézeres nyomtatót, ami szintén az iskolának nagyon nagy szüksége volt. Fémszerkezetből csináltunk egy raktárat a kerti szerszámoknak, és a másik hátsó bejáratra szintén csináltunk egy ilyen csúszós fémvázas kaput, mert az is teljesen szétrotásodott, és ott is már nem tudtuk, hogy bezárni az iskolának az udvarát. Itt Óbecsén azt tapasztaljuk, hogy mind a szülők, mind a pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy ezek a gyermekek a hátrányukat ne tudják úgy érzékelni naponta, hogy a gyermeki öröm tanulási lehetőség ne bontakozhasson ki. Ebben a törődésben igyekszik a Magyar Nemzeti Tanács segíteni ezeket az intézményeket és pedagógusokat is, hát magától értetődően a gyermekeket. Itt Óbecsén egy nagyon szerencsés alkalom hozott össze bennünket, hiszen egyrészt olyan fejlesztésekben tudtunk közreműködni, egy konténer kialakításában, sajátos, különleges, speciális székek vásárlásában, és minden más taneszköz egyéb segítésében, amelynek köszönhetően úgy gondolom, hogy az életet egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a gyermekek és a pedagógusok számára, de amikor itt van az ember egy ilyen oktatási intézményben, talán még fontosabb az, hogy még jobban érzi azt a felelősséget és azt a kötelezettséget, amely abból adódik, hogy hogyan tudnánk még inkább segíteni, még többet tenni ezekekre a gyermekekért. Az iskola egyébként a tartományi kormánytól 2,6 millió dinárt kapott a központi épület hidroizolációjára. A terv szerint a munkálatokat a nyár folyamán végzik el. Falak szigetelését el fogjuk végezni a nyáron. Aláírtuk már kivitelezővel a szerződést, egy becsei kivitelezőről van szó. A dokumentáció most az oktatási titkárságban el van küldve jóváhagyásra, és hogyha minden jól megy, akkor a nyári szünidő alatt ezt a munkát is el fogjuk végezni. Ebbe az épületben még tervezünk a kertész udvarba egy kutat fúratni, és megoldani a locsolást. Egy kerti tavat szeretném még kiépíteni, a talajnak a felső rétegét fel kellene újítanunk, mert ilyen hordalék, tehát nem termőtalaj. Én már körüljártam a helyi munkaszervezeteket, mindenhol kaptam ígéretet, de természetesen még se onnan se jött. Úgyhogy most ezt szintén a Nemzeti Tanács elnökének a figyelmébe ajánlottam, ha valahogy bírnak ők is intézkedni, hogy ebből a szempontból segítsenek rajtunk, és akkor, tehát akkor ez az iskola egy hosszabb távra rendben lenne téve. Az Óbecse községbeli gyerekek mellett a Bratstvo általános és középiskolában tanulnak még adai, moholi, törökbecsei, csúrogi és nádaljai gyerekek is.
Tűz ütött ki szerdán dél körül Óbecsén a Botra hulladéklerakóban. A Tiszamente Óbecse vállalat, amely a lerakót kezeli, közölte, hogy a déli és a nyugati lejtőn kigyulladt a fű, amely magát a hulladéklerakót nem érintette. A tüzet 30 perc után eloltották, a Tiszamente biztonsági szolgálata és a hulladéklerakóban jelenlévő összes dolgozó gyors beavatkozásának, valamint az óbecsei tűzoltók hatékony és időben történő beavatkozásának köszönhetően. Köszönetet kell, hogy mondjunk a tűzoltóknak, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és megfékezték a lángokat. Néhány helyen maradt csak némi parázs, amit a mi dolgozóink lapátokkal eloltottak. Most első alkalommal tapasztalhattuk, hogy milyen sokat jelent a munka és tűzvédelmi képzés, amit a vállalatban minden évben megszervezünk. Mintegy 45 perc alatt sikerült teljes mértékben eloltani a tüzet. És ezen a helyen továbbra is biztosítjuk a felügyeletet. Vannak arra utaló jelek, hogy a tűz egy berendezéstől keletkezett, de amíg tart a vizsgálat, semmit sem mondhatunk erről. Az anyagi kár nyilvánvaló, és elsősorban a hulladéklerakó körüli újonnan telepített szélvédő övezet nagy számban leégett facsemetéire vonatkozik. Nem hivatalos adat, csupán az első becslések szerint mintegy 100-150 facsemete veszett oda, és ha csak ezt számoljuk fel kárnak, ez is közel 500 000 dinárt tesz ki, ami egyáltalán nem kis kár. A másik pedig az ökológiai és az időveszteség, ugyanis ha mindezt újra szeretnénk telepíteni, akkor legalább egy év kell hozzá. Ami a tűz okát illeti, természetesen ki lesz vizsgálva. Itt volt a rendőrség és a felügyelőség is. Elvégezték a helyszínelést, mindent rögzítettek. Hogy konkretizáljuk a helyzetet, nem a hulladéklerakó égett, ahol a szemét van, hanem a déli és a nyugati lejtő, amelyen fű nőtt. Ez égett le, és ha csak egy kicsit nagyobb szél fújt volna, az átterjedhetett volna a hulladéklerakóval szembeni szántóföldekre, ahol már megérett a búza. Az esetet jelentették az összes illetékes szolgálatnak, a vizsgálat pedig majd kideríti a tűz keletkezésének okát. Vannak arra utaló jelek, hogy a tüzet a hulladéklerakón kívüli felelőtlen magatartás okozta, jegyezték meg a Tiszamente vállalatban. Hozzátéve, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit benyújtották az illetékes hatóságnak. Ami biztos, az, hogy a tüzet nem a mi munkafolyamat végzésünk okozta. Ezt tudjuk, és ezt biztosra állíthatjuk. Azt hiszük, hogy a tűz keletkezésének okát a depónia kerítésén kívül kell keresni. Hogy pontosan mi volt az, ezt majd a vizsgálat kideríti. Ez már nem a mi dolgunk. A Tiszamentében elmondták, hogy a következő 24 órában a dolgozók teljes tűzoltó felszereléssel, figyelemmel kísérik a hulladéklerakó azon részét, amely leégett. A Siketek és Nagyot Hallók óbecsei szervezete volt az elmúlt hétvégén a házigazdája a tartományi horgász és halászlé főző versenynek. A rendezvényen Vajdaság egész területéről 14 kapcsolódó szervezet, azaz több mint 80 ember vett részt. A horgászversenyt a Duna-Tisza-Duna csatornán tartották Óbecsén. A csapatverseny legjobbjai a házigazdák lettek, azaz a Siketek és Nagyot Hallók óbecsei szervezetének három tagú csapata. Név szerint Gyura Boárov, Predrag és Nenad Gáspari, 4010 grammos fogásukkal. A második helyezett a Siketek és Nagyot Hallók Zentai Községközi Szervezetének csapata lett, 3850 gram hallal. A harmadik helyen pedig a Siketek és Nagyot Hallók Nagybecskereki Szervezetének csapata végzett 2425 grammos halfogással. Egyéni versenyben a győztesnek járó titulust a zentai Keremeci Mátyás szerezte meg, aki 2475 gram halat fogott. Második lett a nagybecskereki Danilo Csórics 2195 gram hallal. A harmadik helyet pedig Nenad Gasari foglalta el 1565 grammos fogásával. Az volt az ötletünk, hogy a koronajárványos időszak és helyzet után a Siketek és Nagyot Halló személyeknek is szükségük van arra, hogy gyülekezzenek és barátkozzanak, hogy bekapcsoljuk őket az aktív társalgásba. Az ötletünk nagy támogatásra talált, és ennek a támogatásnak köszönhetően mi megrendezhettük ezt az akciót. A rendezvényt a tartományi kormány,
a Siketek és Nagyothallók Vajdasági Szövetsége, a Munka, Foglalkoztatás, Harcos és Szociális Ügyi Minisztérium, valamint Óbecse község támogatta. Minisztárstvo i sam szektor ima dva konkursa. A minisztériumnak és magának az ágazatnak is van két pályázata. Az egyik tervezett, a másik pedig állandóan nyitva áll. Mivel a Siketek és Nagyothallók Vajdasági Szövetségének 14 szervezete van, és az éves tervezett pályázaton részt vettek, ezért a mi bizottságunk úgy döntött, hogy ez a rendezvény jót tesz a fogyatékossággal élő személyeknek, főként, hogy vízparton történik. A házigazdák meghívtak bennünket erre az eseményre, mi pedig eljöttünk, hogy végigkísérjük és együtt töltsük ezt az időt. A tartományi kormány és főként a titkárság mindenképpen segítséget nyújt az ilyen projektumok megvalósításában. Természetesen támogatjuk az egyesületek munkáját. Szeretném megdicsérni a szervezőket és a szervezést, amely valóban fantasztikus. A továbbiakban is támogatni fogjuk ezeknek a szervezeteknek a munkáját. Külön öröm számomra, hogy a házigazda szerepe Óbecse községnek jutott, és hogy községünk aktívan részt vesz és segíti ennek a rendezvénynek a szervezését. Függetlenül ettől a mai rendezvénytől szeretném kiemelni, hogy a Siketek és Nagyothallók Óbecsei szervezete egyébként is rendkívül aktív az utóbbi néhány évben, és hogy a helyi önkormányzat és Óbecse község minden pillanatban arra törekszik, hogy segítséget nyújtson a munkájukhoz és aktivitásaikhoz. Támogatni kell ugyanis ezeknek az embereknek a szorgalmát és törekvéseit. Remélem, hogy nem ez lesz az utolsó ilyen rendezvény. Ez olyan sportos, rekreatív barátkozás, a horgászás és a halászléfőzés. De minden egyéb tevékenységük mellett ez is szép eredményeket hoz a szervezet számára. Nagyon örülök annak, hogy ezt az eseményt a házigazda óbecseiek ilyen sikeresen megszervezték. Számos résztvevőnk van, de ami a legfontosabb, az a barátkozás kitűnő légkörben. Nagy öröm számomra az is, hogy rangos tisztviselők látogattak el erre a rendezvényre, és itt vannak velünk együtt. Egy másik ponton, a Tisza partján, a kempingtelep közelében a halászlé illata terjedt a levegőben. A zsűri értékelése szerint a legjobb halászlevet a Siketek és Nagyothallók Zombori Szövetsége főzte. Második lett a nagybecskereki csapat, míg a harmadik helyen a pancsovai csapat végzett. A nagyothalló és siket személyek nincsenek elfeledve, és azt, hogy mindannyian egyformák vagyunk, ez a rendezvény is bizonyítja a társadalom számára is. Hiszen mi igyekezünk bekapcsolódni a társadalom minden ágazatába. Ezen dolgozunk folyamatosan, és szeretnénk elérni azt, hogy ne tegyenek különbséget a hallók és a siketek között. A Konszult G csapat lett a győztese a sorrendben 7. utcai kosárlabda tornának, a Szlobodan Malesev Bobica emléktornának, melynek szervezője Óbecse községi ifjúságirodája. A győzelemért Óbecse központjában összesen 16 csapat versenyzett, Bácsföldvárról, Péterrévéről, Verbászról, Nagybecskerekről, Törökkanizsáról, Újvidékről és Óbecséről. A torna második helyezettje a Fortuna csapata lett, Dr. Papász csapata pedig a harmadik helyen végzett. Ez a torna már 7 éve kitűnően meg van szervezve, és mi nagyon elégedettek vagyunk. Minden évben részt veszünk ezen a tornán, csak a csapat nevét változtatjuk. Most jelenleg a Konszult G a nevünk. Jól szerepelt a csapatunk, jók voltak az ellenfelek is. Mi számítottunk arra, hogy bejutunk a döntőbe. Bár a tornának humanitárius jellege van és amatőr torna, mégis erősek voltak a versenytársak és a versenycsapatok. Jó utcai kosárlabda játékot nézhetett a közönség. Remélem, hogy jövőre is ugyanekkora, vagy még nagyobb létszámban összejövünk itt Óbecsén. A 3-3-ra meccsek mellett, melyeket professzionális kosárlabda szőnyegen játszottak, hármas kosbadobás versenyt is tartottak, melynek legsikeresebb résztvevője Luka Stefanovic lett. Díjazták továbbá a torna legidősebb játékosát, Szilni Józsefet, valamint a legfiatalabbat, Andrei Glavaskit. Emellett kihirdették a torna legszimpatikusabb csapatát is.
Ez a titulus a Sasaval Druzsinát csapatnak jutott. A torna szervezői idén is nagy számú nézőközönséggel dicsekedhetnek. Minden korosztály képviseltette magát, és a Városháza előtti lelátóról szurkolt a kedvenc csapatának. Mi, mint a szervezők szemszögéből, továbbá a helyi önkormányzat, valamint Ubecse községi ifjúsági irodájának szempontjából tekintve teljes mértékben elégedettek lehetünk, mivel ez a torna többé már nem csak egy sportrendezvény, hanem egy sportfesztivál, egy ifjúsági fesztivált képvisel, egy háromnapos kosárlabda ünnepet Ubecse központjában. De ami a legfontosabb, hogy ismét sikerült pénzadományt összegyűjteni egy ubecsei fiatal számára, ami valójában a lényege is ennek a rendezvénynek. Mind a 16 csapat, akik jelentkeztek erre az utcai kosárlabda tornára, tulajdonképpen számunkra mindannyian bajnokok. Idéntől a szervezők úgy döntöttek, hogy a tornát emléktornává minősítik. Szlobodan Malesev Bobica, a túl korán elhunyt újságíró, fotóriporter és humanista emlékére, aki sok polgártársunk barátja volt. Barátkozás, minőséges meccsek, érzelmek, humánosság, jó energiák. Így minősíteném az idei tornát. Igazán elégedettek vagyunk a szervezéssel és a résztvevők létszámával. A városközpont megtelt ez a három nap alatt, sokan jöttek nézni az eseményt és szurkolni a résztvevőknek. Nagy számú önkénteseink is voltak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép esemény, és elértük a célunkat. A központ tele volt mosolygós emberekkel, és segítettünk a kis Kiljanának is. Mint ismeretes, idéntől az ifjúsági iroda legnagyobb rendezvénye, a Szlobodan Malesev Bobica emléktorna nevet viseli. Így módon szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy kedves barátunkra, az ő alkotásaira, az ő lelkesedésére mindig emlékezzünk. A tornán összesen 133.800 dinár gyűlt össze. A regisztrációs díjból, a nyereményjátékokból, az eladott pólókból és az önkéntes adományokból. A pénzt pedig a fiatal ubecsei Liljana Dzsilitov gyógykezelésére fordítják, aki cerebrális és gyermekparalízisben szenved. A hagyományos Novoszelo 2021 kispályás labdarúgó tornát, amit a piac melletti sportpályán játszottak Ubecsén, a Fortuna Szukur Metal csapata nyerte meg. A győztes csapat a Serlegen és Irmeken kívül 80.000 dinárt vihetett haza, a második helyezett Blue Moon 40.000 dinárt, míg a harmadik helyezett csapat az Autoservice Kudrics nyereménye 20.000 dinár volt. Ami az egyéni elismeréseket illeti, a torna legjobb játékosa Luka Božičić lett. A legjobb csatár sorrendben harmadik éve 8 góllal Buletin Durmisi, a torna legjobb kapusa pedig Sava Vadaski, a győztes csapat kapitánya lett. Mi mindig arra törekszünk, hogy elsők legyünk. A csapatunk több másik tornán is részt vesz ezen a nyáron. Néhányan tagjai vagyunk a kispályás labdarúgó klubnak, néhány játékos pedig a labdarúgó klubnak. És így alakult ki a mi csapatunk. Barátkozunk, és minden tökéletes. Természetesen megtiszteltetés elsőnek lenni, és minden tornán győzni. Győzni mindig jó érzés. A csapat szellem nagyon fontos, és összességében ez egy szép élmény volt. A tornához kapcsolódó érdekes statisztikai adat, hogy néhány évvel ezelőtt ezen a rendezvényen 4-től 6 csapat versenyzett, tavaly 14 csapat vett részt, míg idén ezen a kéthetes programon 18 csapat versenyzett. Nagykikindáról, Bácsföldvárról, Kumánból, Törökbecséről, Péterrévéről, Temerimből és Ubecséről. Őszintén szólva, a tavalyi évhez viszonyítva legalább ugyanannyi csapatra számítottam. Azonban amikor meghirdettem, hogy szervezem a tornát, akkor azonnal volt minimum 12 jelentkező csapat. A végére pedig ennyien lettünk. Lényegében 19 csapat jelentkezett, ám egy idősebb csapatunk, a Fortuna Stara csapata, akiknek vezetője Misha Andrić, nem tudtak összegyűlni, mivel egyesek elmentek a tengerre,
és ezt nagyon sajnálom, hogy nekik nem sikerült játszaniuk. A futballjáték minősége kielégítő volt, és amit még fontosnak tartok megemlíteni, az az, hogy a 18 csapat közül mintegy 10 csapat 22 évnél fiatalabb játékosokból állt. Pontosan ez az, amit Óbecse Községi Ifjúsági Irodája is szorgalmaz, hogy együttműködjünk a fiatalokkal. Nos, ezen a tornán ez a törekvés sikeres volt. Száva Vadaszki, a torna többéves győztes csapata titulus viselője, csak dicsérő szavakkal illette a szervezést és az egész tornát. Gratulálok barátomnak, Barta Ottónak, aki egy nagyon komoly munkába fogott. Újfaluhelyi közösségben 18 csapatot összehozott. Mivel sajnos a városban nincs ilyen jellegű rendezvény, Óbecse Község az ifjúsági irodával együtt támogatja ezt a rendezvényt, de a szervezést az teljes egészében ő valósítja meg. Én mindenben támogatom és javaslom, hogy adjanak neki lehetőséget, hogy minél több sportrendezvényt szervezzen, persze labdarúgásból, mert ez az ő sportja. Egy óriási köszönet neki ezért a tornáért. A bácsföldvári Enter könyvelőügynökség lett a győztese, a 120 ezer dináros pénzjutalom és a serleg birtokosa a 3-3-ra 4. Milován Jovics emléktornának. Már a torna legelejétől szerettünk volna elsők lenni, megcéloztuk az első helyet. Hála Istennek a célunkat megvalósítottuk. Őszintén szólva nem is lehettek volna erősebb ellenfeleink, de ez jó volt arra, hogy összeszokjon a csapat, és hogy egyre nehezebb és nehezebb mérkőzéseket játszunk, hogy ne engedjük el magunkat egy pillanatra sem. Elég sok győzelmet arattunk, ami nagyon jó volt az önbizalmunknak. A negyed döntőben kemény ellenfeleink voltak. A saját édestestvérem ellen játszottam, de itt is sikerült győznünk. Az elődöntőben is nehéz mérkőzést játszottunk, a döntőt pedig jó barátok és kemény ellenfelek ellen. Nagy öröm számomra, hogy sikerült 3-2-re legyőznünk őket, és győztesként zárni ezt a tornát. A 12 napig tartó 60 mérkőzés lejátszása és 348 elért gól után a múlt szombaton befejeződött a 3-3-ra kispályás labdarúgó emléktorna, amelyet a Vojvodina Futball Klub több éves elnökének Milován Jovicsnak szenteltek. A tornán 21 csapat vett részt, Nádaljából, Csikériapusztáról, Verbászról, Csúrókról, Szent Tamásról, Újzsednékről, Nagybecskerekről, Óbecséről és Bácsföldvárról. A Milován Jovics emléktorna, melyre Bácsföldváron a stadionon került sor, egy azon sportaktivitások közül, melyeket Óbecse Község, illetve Óbecse Község ifjúsági irodája támogatott. Örülök annak, hogy Bácsföldváron is van érdeklődés az efféle sportaktivitásokra, amelyek az egészséges életmódot és a társalgást népszerűsítik a fiatalok körében. A bácsföldvári Enter könyvelőügynökség játékosai a döntőben 3-2-re legyőzték a nádaljai Agromaus csapatát, akik a második helyen végeztek és 50 ezer dinárt, illetve serleget vihettek haza. A harmadik helyen az óbecsei Fortuna Szukur Amazon csapata végzett, így övék lett a 30 ezer dinár pénznyeremény és a serleg, akik a harmadik helyért való küzdelemben 6-5-re legyőzték a verbászi Zotrix játékosait. A torna legjobb játékosa Nenát Kudrics lett a bácsföldvári Enter könyvelőügynökség csapatából, aki Milován Jovics családjának jóvoltából pénzjutalomban is részesült. A Becsei 1918 ifjúsági futballklub játékosai, edzői és vezetősége hétfőn tartotta meg sorakozóját a Tisza melletti városi stadionon. Az összejövetelen mintegy 20 játékos, a Becsei ifjúsági futballklub alelnöke Nedel Kovászics, a szakbizottság vezetője Branko Savic, a segédedző Dalibor Nopcsics, valamint a sportigazgató, edző és kapus Milos Andrics vett részt. Az ambíciók mindig nagyok, persze nem a legnagyobbak, hogy éppen az első helyre törekedjünk, de arra mindenképpen készen állunk, hogy az első 5 között legyünk, úgy, ahogy az elmúlt bajnokságon is. Úgy vélem, hogy képesek vagyunk erre, és azt gondolom, hogy egy olyan csapatot állítunk össze, akik erre képesek lesznek. Ha viszont esély mutatkozik a jobb helyezés elérésére, attól sem hátrálunk meg.
Strahinja Ilics, Jován Mitrovics, Nagy Tamás és Deán Tisma elhagyta a klubot, és várható Vladimir Osztoik távozása is. Ami az érkezőket illeti, egyelőre biztos, hogy Bratislav Jelic és Goran Vlaucsin a Becsei csapatát erősíti majd. Azonban a klubból nem kívánták felfedni a többi új érkező kilétét. Ezt majd akkor jelentik be, amikor már hivatalossá válik. Több új játékosunk lesz próbán, és majd meglátjuk, közülük ki értemli meg, hogy a csapathoz tartozzon. Még semmi sem biztos, semmit sem beszéltünk meg. Mintegy 20 új játékos kell, hogy érkezzen, de ebben a pillanatban még nem szeretném elárulni a kilétüket, mert azt beszéltük meg velük, hogy először össze kell, hogy ismerkedjünk. Ez körülbelül 2 hétig tart majd. 2 mérkőzésünk lesz, és ezeken, illetve az edzéseken keresztül világossá válik majd, hogy lesz-e együttműködés ezekkel a játékosokkal. A felkészítő mérkőzések már a hétvégén elkezdődnek, a beosztásról és a csapatokról, melyekkel a Becsei játszani fog, Branko Szávics edző számolt be. A tervek szerint már most szombaton, július 10-én 18 órakor játsszuk az első felkészítőt a Mladost Gát csapata ellen. Ezen kívül még 4 meccs van megbeszélve. A Hócsági Textilász csapata ellen, a Kulai Hajdúk ellen, a Hadik Ligeti, valamint a Pálmajori csapatok elleni meccsek. Még 2 szabad időpont maradt augusztus 4-ére és a főpróbára augusztus 7-ére, úgyhogy keressük még ezekre a mérkőzésekre az ellenfeleinket. A Bácsföldvári Vojvodina Futballklub első csapata a szakbizottság vezetőjével Barta Ottóval, valamint a klub vezetőségével az elmúlt hétvégén a György Tapavica Gyója stadionon megtartotta a játékosok sorakozóját a Szeverbajdasági Labdarúgóliga előttük álló 2021-2022-es idényére. A Vojvodina Futballklub első csapatának részletes felkészülési tervét, valamint a klub ambícióit az előttük álló idényre Barta Otto edző és Korán Kudrics a klub elnöke ismertette. Mindennel, ami a 10. hely felett lesz, elégedettek leszünk. Azonban én olyan vagyok, hogy nem szeretek veszíteni. Számomra minden elveszített mérkőzést, legyen az torna vagy bajnokság, nagyon nehezen viselem. Nem tudok veszíteni. Remélem, hogy jól összeállítjuk a csapatot, és hogyha nem is az első 3-ban, de az első 6-ban benne leszünk. Ezt szeretnénk, ezek az ambícióink. Csak egészség legyen, és ne legyenek sérülések. A többit majd a pálya megmutatja. Ugyanezek a célok most is. Annyival különböznek, hogy nem szeretne a klub 5. helyen végezni, hanem attól valahol följebb lenne a meghatározott esélyeink. Tehát ilyen 1., 2., 3., 4. hely lenne az, amit én tőlem elvárnak, mint edzőtől. Egyelőre a klubba érkezett Ljubomir Zsivánovics, Nemanja Jankovics, Nenad Kudrics, Lukács Henrik, Marko Mátics, Milos Narancsics, Milos Rajacsics, Sinisa Simonovics, Daniel Soldát, Blagoje Sztyepanovics és Zoran Obradovics. Akik pedig elmentek, Bratislav Jelic, Slavoljub Davizljevic, Bojan Gyulum, Nemanja Markovic és Bojan Gyekic. Van egy 6-7 játékos, akik elhagyták a klubot. Sok szerencsét kívánok nekik és az edzőjüknek is. Legyenek minél sikeresebbek a jövőben. Hogy miért mentek el, azt nem tudom, de nem is fontos. A vezetőség és én is azt szorgalmaztam, hogy minél fiatalabb játékosokat hozzunk a klubba. Azt szeretném, ha az ifjúság futballozna. Véleményem szerint azok a játékosok, akik már elmúltak 30 évesek, vissza kellene vonulniuk, bár a futballt 50 évesen is lehet játszani. Én mégis azt szeretném, ha a fiatalok játszanának a pályán, és hogy minél több fiatal legyen, akik a községhez és a környékünkhöz tartoznak. Óbecseiek, földváriak, törökbecseiek, csúrogiak, nádaljaiak. Mindazok a fiúk, akik úgy gondolják, hogy tudnának játszani a Vajdasági Ligában. Tessék, itt a lehetőség, itt a pálya. Mutassátok meg, mit tudtok. Rengeteg új fiatal játékos érkezett, és még érkezni fog, akikkel heti 5-6-szor fogunk edzeni, az idősebb játékosokkal heti 4-szer, rendszeresen hétvégén és szerdán meccseket fogunk játszani, hogy minél előbb összejátszassuk a csapatot.
Követtem az elmúlt szezon meccseit, és hallottam, hogy ebben a klubban fejlődhetnék, ezért jöttem ide. Ebben a klubban kezdtem a szeniorokkal, lejátszottam 6-7 fordulót, majd átigazoltam Szent Tamásra, és itt fejeztem be a szezont, ugyanebben a ligában, de mi sokkal alacsonyabb helyezést értünk el. Az utolsó 6 között végeztünk. Ebben a klubban jobb volt, az első helyen álltunk, amíg itt voltam. Ezt várom el most is. A szüleim javasolták azt, hogy ide jöjjek, mivel itt nagyobb elvárások vannak, és a fejlődésem célpontjából ez éppen kapura jön. És az elvárásom a klubtól, ugye én mindig is reális voltam, én mindig az első helyre hajtok, és szeretnék mindig nagyobb sikereket elérni az életben. Mint ahogyan azt a klubban megjegyezték, tervben van 8 felkészítő mérkőzés lejátszása, és már 7-nek meg is van a pontos ideje. Az első mérkőzést július 11-én játsszák, a Vojvodina vendégül látja a Kabuli Sajkás 1908 csapatát, majd július 15-én Szeghegyre utaznak, az ottani Nyegos csapatával mérkőznek meg. Július 17-én a Temerini Szlogá csapata látja vendégül a bácsföldvári csapatot, majd július 24-én Tisza István falvára utazik a Vojvodina csapata, és a Mladost játékosaival mérkőzik meg. Ezt követően sor kerül a sorrendben 12. Trofej Bacsko Gradista elnevezésű labdarúgó tornára, melyen részt vesz a Túrjai Mladost, az újzsednéki Preporod futballklub, a Sajkás Györgyi Bácska 1923 futballklub és a házigazda a bácsföldvári Vojvodina futballklub. A legvégén a szezon kezdete előtti utolsó meccsen a Vósa saját pályán csap össze a Szent Huberti Kozara csapatával. A nagy kikindai Vladimir Pepics lett az óbecsei első biliárd liga győztese. A 22 versenyző konkurenciájában, akik Óbecséről, Nagy Kikindáról, Beodra és Karlováról, Bocsárból, Melencéről és Törökbecséről érkeztek, neki sikerült kiharcolni a trófeát és az értékes pénzjutalmat. Fenomenálisan érzem magam, és őszintén szólva nem számítottam arra, hogy én leszek a győztes. Ambícióim a torna előtt arról szóltak, hogy bejussak az első 8-ba. Miután bekerültem, eljutottam az elődöntőig, majd ezek után Sinisa Prolic mesterjátékossal játszottam, akit sikerült legyőznöm, mert szerencsém volt. A döntőben viszont szintén nagy szerencsém volt, itt is egy igen jó játékos volt az ellenfelem, Vitomir Krbic, akit 9-8-ra sikerült legyőznöm. Bár sajnálom ezt a játékost, mert jobb nálam, tulajdonképpen ő a torna legjobb játékosa, de a szerencsém múlott, hogy én győztem. A meccseket az elmúlt egy évben Óbecsén a Sztárigrád étteremben tartották, ami az első liga versenyét illeti 9-est játszottak, és a 22 játékos közül a 8 legsikeresebb 2 csoportban rájátszással folytatta. Majd ezt követően a 4 döntős állt ki. A 8 játékos rájátszásában Óbecsének 2, Nagy Kikindának pedig 6 képviselője volt. Vitomir Krbic lett a második, ketten értek el harmadik helyezést, a tavalyi Becsei Liga győztese Sinisa Prolic és Nikola Petyanac, mindhárman Nagy Kikindáról. Szeretnék köszönetet mondani Mile gazdának a remek szervezésért és a liga minden versenyzőjének is. Hálás vagyok, amiért összejöttek, és ezt a tornát ilyen hangulatossá tették. Bízom abban, hogy a következő bajnokságra még több résztvevő jelentkezik. Mi a nagy kikindai barátaimmal biztosan jelen leszünk. Arról pedig, hogy mi történt a döntőben, azt tudom mondani, hogy egyet jelent vezetni és mást jelent győzni. Egy olyan ellenféllel játszottam, aki már 3 bajnokságot megnyert, úgyhogy ezzel nincs semmi hiba. Az igaz, hogy én vezettem az egész meccs alatt, de hát ez van. Ez most így történt. Nagy Kikindán is van bajnokság, és nálunk is ennyien 23-25-en szoktunk játszani. Remélem, hogy mindazok, akik ezen a bajnokságon részt vettek, eljönnek hozzám is. Adja Isten, hogy még az idén. Ami az óbecsei második biliárd ligát illeti, 8-ast játszottak, és a 17 második ligás közül a legjobb Halápi Attila lett. Óbecse, Nagy Kikinda és a környező települések biliárdozói már néhány éve szerveznek versenyeket.
úgy városunkban, mint Nagykikindán, és mint ahogyan azt kiemelték, számukra a legfontosabb a barátkozás, az ismerkedés, a tapasztalatcsere, de természetesen a verseny is fontos. Az évek óta tartó barátság megpecsételéseként a bajnokság lezárása nem múlhat el jó ételek és szórakozás nélkül, szögezte le az Óbecsei első és második biliárdliga szervezője, Milenko Jovanov. Négy évvel ezelőtt kezdtük ezt a bajnokságot, ez tehát most a negyedik ilyen jellegű verseny itt Óbecsén. Csak óbecsei játékosokkal kezdtük. Az évek során barátságot kötöttünk a nagykikindaiakkal. Ezúton szeretnék üdvözölni minden nagykikindait, aki itt volt nálunk az óbecsei bajnokságon. És bízom abban, hogy újra meghívnak bennünket az ő versenyükre.